A két testvér Volt egyszer két testvér. Az egyik gazdag, a másik meg szegény. A gazdag aranymíves volt és gonosz szívű. A szegény söprűkötésből élt, s jó és becsületes ember volt. Ennek a szegénynek volt két fia, két ikertestvér. Úgy hasonlítottak egymásra, mint egyik tojás a másikra járogattak gazdag nagybátyjuk házába, és rendszerint kaptak ott valami kis ételmaradékot. Egyszer a szegény ember rőzséért ment az erdőbe. Az egyik fán megpillantott egy különös madarat. Színarany volt, s olyan szép, amilyet még sosem látott. Fölkapott egy kavicsot, megcélozta, és el is találta, de éppen csak annyira, hogy a kő egy kicsit meghorzsolta a madár tollát. A madár elrepült, de egy aranytoll lehullott a szárnyából a földre. A szegény ember fölvette, és elvitte a gazdag testvérének. – Ez bizony színarany, – mondta az, – és sok pénzt adott neki érte. Másnap a szegény ember fölmászott egy nyírfára, gajat akart szedni róla. – egyszerre csak megrebbent a lomb, és kirepült belőle az aranymadár. A szegény embernek nem sokat kellett keresgélnie, hamarosan rábukkant a fészekre. Egy tojást talált benne, színtiszta aranyból. Fogta, s azt is elvitte a bátyjának. Színaranyból van ez is, mondta a gazdag testvér, s megint megadta búsásan az árát. Hanem a végén hozzátette most aztán már magát a madarat szeretném. A szegény ember harmadszor is kiment az erdőbe, és mikor látta, hogy a madár most is ott ül a fán, fölkapott egy kavicsot, s úgy megdobta, hogy nyomban leesett. Fölvette, elvitte a testvérének, s kapott érte egy nagy halom aranyat. No, ezzel már kezdhetek valamit, gondolta, és elégedetten hazament. Az aranymíves azonban agyafúrt ember volt. Nagyon jól tudta, miféle jószág ez a madár. Beszólította a feleségét, és így szólt hozzá. Süsd meg nekem az aranymadarat, de ne vigyázz, nehogy valami híja legyen. Az egészet mindenestül én magam akarom elfogyasztani. Tudta ugyanis, hogy aki ennek a madárnak a szívét meg a máját megeszi, az élete fogytáig minden áldott reggel egy aranyat talál a vánkosa alatt. Az asszony sütni kezdte a madarat, közben azonban valami dolga akadt kinn az udvaron. Az alatt a söprűkötő két gyereke beszaladt a konyhába. Kíváncsian szimatolták a jó sült szagot, és azt mondta az egyik. Együk meg ezt a pár falatkát, nagyon éhes vagyok, úgy sem veszik észre. Közben visszajött az asszony is látta, hogy a gyerekek rágnak valamit. – Mi tesztek? – kérdezte tőlük. – Két darabka leesett a madárból – felelték. – Gondoltuk, azt megehetjük. – Jaj, nekem! – ilyet meg az asszony. – Hiszen az a szíve meg a mája volt. Mit szól az uram, ha észreveszi, hogy híja van a madárnak? Gyorsan levágott egy kis kakast, kivette a szívét meg a máját, s amikor a pecsenye kisült, föltállalta az aranymévesnek az magára zárta az ajtót, s mohón neki látott a falatozásnak. Először megette a szívet, meg a májat, aztán a combját, a mellét, a szárnyát. Nem hagyott belőle egy falatkát sem. Másnap reggel, amint a szemét kinyitotta, első dolga volt, hogy a párnája alányult, hanem egy fia arany nem sok, annyit sem talált alatta. A söprűkötő két gyereke még csak nem is sejtette, milyen nagy szerencse érte őket. Nagyon elcsodálkoztak, amikor reggel egyszer csak kigurult valami a vánkosuk alól, lepottyant a földre, és csendült egyet. Mutatták az apjuknak. Az is csak ámult-bámult, hogyan kerül aranypénz az ő gyerekeinek a feje alá. A dolog másnap, harmadnap is megismétlődött. A szegény ember aggódni kezdett, hogy a végén még baj lehet a dologból. Elment a bátyjához, és elmondta neki, hogy a két fiának minden reggelre egy-egy arany terem az ágyában. A gazdag ember rögtön sejtette, mi történhetett. Ezek a hitvány kölykök elették előlem az aranymadár szívét és máját, mondta magában. De ez egyszer nem viszik el szárazon, lakolni fognak érte. Így szólt az öccséhez az a két gyerek az ördöggel cimborál. Mert ilyesmi nem történhetik tisztességes úton. Ha te el nem kergeted őket, nekem kell majd rendet teremtenem a házattáján. A söprűkötő attól félt, hogy a bátya végül még elemészti a két fiút. Még mindig jobb nekik, ha kiteszem a vadomba, és a sorsukra hagyom őket. Úgy talán megmenekülnek, gondolta. Nagy búsan föltarisznyázta a gyerekeket, kiment velük az erdőbe, mintha csak a favágáshoz vinné őket segítségnek. Aztán, mikor jól bent jártak már a rengetegben, fájó szívvel mind a kettőt megcsókolta, és elszaladt. A gyerekek összevissza vissza futkostak az erdőben, keresték az utat hazafelé, de hiába. Inkább mind beljebb és bejebb tévedtek. Végül is egy vadász talált rájuk. Hát ti kinek a gyerekei vagytok? kérdezte azt tőlük. A szegény söprűkötő fiai volnánk, felelték, és elmesélték neki, hogy az apjuk nem akarta tovább megtűrni őket a házában, mert minden reggel egy arany terem a párnájuk alatt. Nincs abban semmi rossz, mondta a vadász, ha amellett becsületesek maradtok, és nem lesztek naplopók. A jó embernek megtetszett a két fiú neki magának nem volt gyereke, hát hazavitte őket magával, s azt mondta nekik. Mostantól fogva én leszek az apátok. Én foglak fölnevelni benneteket. Megtanította őket a vadászmesterségre, az aranyat pedig, ami reggelente a vánkosuk alatt termett, félretette, hogy hiánytalanul mind meglegyen, ha egyszer szükség lesz rá. Mikor aztán fölserdültek, nevelő apjuk így szólt. Fölszabadítlak benneteket! Mától fogva kitanult vadászok vagytok! A fiúk tanakodni kezdtek egymás közt, mit évők legyenek, mit kezdjenek a szabadságukkal. Este aztán, mikor vacsorához ültek? Így szóltak a nevelő apjukhoz: Kedves apánk, kitanultuk a mesterségünket. Most már egy kicsit körül szeretnénk nézni a nagyvilágban. Ha megengeded, elindulnánk szerencsét próbálni. Ez derék vadászhoz illő beszéd, mondta az öreg. Menjetek csak, kísérjen a jó szerencse utatokban. Még egyszer megölelte őket, s egy fényes pengéjű kést nyújtott át nekik. Fiaim, ha valaha elválik az utatok egymástól, szúrjátok be ezt a kést az általútnál egy fába. Amelyik őtök oda visszatér, Leolvashatja a késről a testvére sorsát. A kés pengéjének két lapja van. Az egyik jelenti az egyiketek életét, a másik a másik otokét. Ha fényes marad, jó sorsot jelent, ha megrosdásodik, az a halál jele. A fiúk eltették a kést, és nekivágtak a nagyvilágnak. Mikor elfogyott az ennivalójuk, azt mondja az egyik. Lőnünk kell magunknak valamit, különben fölkopik az állunk. Megtöltötte a puskáját, s körülnézett. Éppen arra szaladt egy öreg nyúl. Azt célba vette. Hanem a nyúl fölkiáltott. Hagyd meg vadász életemet, két nyulacskát adok neked. Beugrott a bozódba, és már hozta is a két nyuszit. De azok olyan bátran játszadoztak, olyan kedvesek voltak, hogy a vadászoknak nem volt szívük megölni őket. Megsimogatták a két kicsi jószágot, azok meg hozzájuk szegődtek. Ahogy tovább mentek, egyszerre csak egy róka osont el előttük. Kapták a puskájukat, le akarták lőni, de a róka fölkiáltott. – Hagyd meg, vadász életemet, két kis rókát adok neked! És már hozta is a két rókafit. A vadászok azokat sem akarták megölni, hanem a nyuszik mellé szoktatták őket, s így mentek tovább. Nem sokáig mentek, mert egyszerre csak egy farkas bukkant eléjük a sűrűből. Nosza megcélozták, de a farkas fölkiáltott. Hagyd meg, vadász, életemet, két kis farkast adok neked. Azt a két farkaskölyköt is odacsapták a többi állat mellé, a kíséretükbe kisvártatva egy medve cammogott elő a bozótból. De annak sem volt kedve a fűbe harapni, hát fölkiáltott. – Hagyd meg, vadász életemet, két kis mackót adok neked! A két bocsot a többi állat mellé adták pajtásul, úgyhogy most már nyolcan voltak. Így mentek tovább. De hamarosan megtorpantak, mert ijesztő ordítással hirtelen egy oroszlán rontott ki a sűrűből dühösen rázta a sörényét, de a vadászok nem rettentek meg tőle, hanem célba vették. Erre az oroszlán is megszólalt. Hagyd meg vadász életemet, két kölykömet adom neked, és letette eléjük a két csebetéjét. Így vándoroltak egy ideig, de sehogyan sem sikerült olyan szolgálatot találniuk, hogy együtt maradhattak volna. Nem megy másképp, el kell válniuk az útjainknak, mondták. Megosztoztak az állatokon, s a kést, melyet a nevelő apjuktól kaptak, belevágták egy fának a derekába. Aztán az egyik ment nyugatnak, a másik meg keletnek. A kisebbik, ahogy ment, mendegélt, egyszer csak beért az állataival egy városba. Színik fekete fátyollal volt ott bevonva minden. Beállított egy fogadóba, megkérdezte a kocsmárost, mit jelent ez a sok gyászlepel a városban. Azt, hogy holnap meghal a király egyetlen lánya, felelte a kocsmáros. Olyan nagy beteg, tudakolta a vadász. Dehogy is beteg, makkegészséges, mégis meg kell halnia. Ugyan miért? A város szélén van egy magas hegy, azon lakik egy sárkány. Minden esztendőben egy ifjú lányt követel magának, különben az egész országot elpusztítja. Minden lányt nekiadtunk már, nem maradt csak a király lánya. De nincs kegyelem, őt is ki kell szolgáltatnunk neki, s ennek éppen holnap van a napja. De hát miért nem ölik meg a sárkányt? kérdezte a vadász. Hajjaj, felelte a kocsmáros, sok derékvitéz megpróbálta már, s mind az életével fizetett érte pedig a király megfogadta, hogy aki legyőzi a sárkányt, ahhoz feleségül adja a lányát, s holta után az ország is az övé lesz. Erre aztán a vadász nem szólt többet egy szót sem. Másnap reggel azonban előszólította az állatait, s elindult velük a sárkányhegyre. Közben elérkezett az idő, amikor a király kisasszonyt ki kellett adni a sárkánynak. Búsan indult el a menet a királyi palotából. Elől a szépséges király kisasszony az édesapjával, utánuk a marssal, meg az egész udvari nép. Mikor a hegy aljába értek, a királylány búcsút vett az édesapjától, és nekivágott a keserves útnak. A király nagy búsan hazaindult az udvari néppel. Előzőleg azonban meghagyta a marssalnak, Rejtőzzék el valahol a hegy alatt, és onnét a távolból figyelje meg, mi történik a király kisasszonyjal. A szegény csak ment, ment, egyre följebb, és már se élő, se holt nem volt a félelemtől. Odafönt a tetőn azonban nem a sárkány fogadta, hanem a fiatal vadász. Szépséges király kisasszony mondta neki ne essél kétségbe, fogadom, hogy megmentem az életedet csak bízzál bennem. Azzal bevezette a kápolnába, és rázárta az ajtót, nehogy valami bántódása essék. Mert akkor már fölhangzott a távolban a sárkány rettenetes üvöltése. Jött a hétfejű szörnyeteg. – Hát te mit keresel itt? – üvöltött a vadászra. – Téged kereslek! – felelte az ifjú. – Meg akarok vívni veled noha meguntad az életedet, csak rajta, sziszegte a szörnyeteg. Sok jó vitéz itt hagyta már a fogát, majd elbánok veled én is. Rárontott a fiúra, de az megsuhintotta a kardját, hogy csak úgy surrogott, burrogott a levegőben, aztán egy csapásra levágta a szörnyetek három fejét. A sárkányt csak most öntötte el a düh igazában. Fölvetette magát a magasba, köpte a szikrát, okátta a lángot, rá akart ugrani a vadászra. Az félrehajolt előle, és egy ügyes csapással újabb három fejét levágta. Most már bágyadni kezdett a sárkány, lerogyott a földre, de aztán még egyszer összeszedte az erejét, s újra neki akart menni ellenfelének. A fiú azonban megint kikerülte, és egy gyors suhintással leterítette. Akkor előszólította az állatokat. Azok rárohantak a szörnyetegre, és ízekre tépték. Vége volt hát a harcnak. A vadász kinyitotta a kápolna ajtót, ott feküdt a királylány ájultan a földön, mert amíg viaskodtak, szegényke eszméletét vesztette a nagy rettegésben. A vadász ölbevette, kivitte, és ahogy magához tért, megmutatta neki a sárkány tetemét. A királylány boldogan rámosolygott, és azt mondta. Most aztán te leszel az én édes férjem, mert apám annak ígért, aki legyőzi a sárkányt. Aztán lecsatolta korál gyöngyös nyakra és jutalmul szétosztotta az állatok közt. Az aranycsatot az oroszlán kapta. Keszkenőjét pedig, melybe bele volt hímezve a neve betűje, a vadásznak adta. Az meg odament a sárkányhoz, s mind a hét fejéből a nyelvét, belecsavarta a keskenőbe, és jól elrejtette. Hanem ekkor már ő is érezte, hogy igen ellankadt a küzdelemtől. Fáradtak vagyunk, bágyadtak vagyunk mind a ketten, aludjunk egyet, mondta a királylánynak. A marssal, mint tudjuk, a király rendeletére ott maradt a hegy alatt. Figyelnie kellett neki, mi történik, mi lesz a királylánynak a sorsa. Mikor odafent elcsendesedett a harci lárma, nagy óvatosan kimászott rejtek helyéről, s eleinte lapulva, később már egészen bátorságos léptekkel nekiindult a hegynek. Felért a tetőre, s mit látott? Ott hevert előtte szétszaggatva a sárkány. Kissé odép pedig egy fának az árnyékában szép csendesen aludt a királylány egy vadásznak az ölébe hajtotta a fejét. Mellettük pedig, mintha csak felsorakoztatták volna őket, egy oroszlán, egy medve, egy farkas, egy róka, meg egy nyúl feküdt, valamennyien mélységes mély álomban. Elvetemült gonosz ember volt a marssal. Odalopakodott, kihúzta a kardját, s egyetlen suhintással levágta a vadász fejét. Aztán ölébe kapta a királylányt, és leszaladt vele a hegyről. Útközben a király kisasszony fölébredt, megijedt, halkan felsikoltott. Akkor a marsal letette, és így szólt hozzá. A kezemben van az életed. Engedelmeskedned kell nekem. Azt fogod mondani, hogy én öltem meg a sárkányt. Értetted? Már hogy mondhatnám, mikor egy vadász ölte meg az állataival? felelte a királylány. A marsal erre dühösen kirántotta a kardját, s a hegyét neki szegezte a király kisasszony szívének. Vigyázz, mert ha nem fogad szót nekem, tüstént véged van. Mikor a palotába értek, a marsal ment egyenesen a király elébe. Megöltem a sárkányt, megszabadítottam a király kisasszonyt, megmentettem az országot. Kérem a megígért jutalmat, uram királyom, ad hozzám feleségül a leányodat. Igazat beszél a marsal? fordult a királya lányához. – Ő tudja, mit mond – felelte a király kisasszony. – Én azonban kikötöm, hogy csak egy esztendő és egy nap múlva ülhetjük meg a lakodalmat. Mert azt remélte, addig csak megtud valamit a szíve kedves vadászáról. A sárkányhegyen meg ez alatt az állatok békén aludtak halott gazdájuk mellett jött egy kövér darázs, és beleszúrt egy nagyot a nyúl orrába. Erre a nyúszét tüstént fölébredt, és ilyetten fölkeltette a többieket. Látták, hogy a királylánynak nyoma sincs. A gazdájuk meg halott. A nyúl azt mondta. Tudok egy hegyet. Terem ott egy gyökér. Aki azt a szájába veszi, minden sebből és betegségből kigyógyul. Azzal neki és kerek egy nap múlva vissza is tért, hozta a gyökeret. Az oroszlán a helyére illesztette a halott fejét, a nyúl meg beletette a gyökeret a szájába. A vadász teste azon nyomban összeforrott. Szíve verni kezdett, megindult benne az élet, úgyhogy csak hamar felébredt. Nagyon elbúsult, amikor csak hűlt helyét találta a királylánynak. Hiába kérdezősködött felőle az állatoknál, azok nem tudtak róla semmit. Biztosan elszökött, amíg aludtam, gondolta a vadász. Így akart megszabadulni tőlem. Azzal fölkerekedett az állatokkal, és nekivágott a nagyvilágnak. Vándorolt nagy búsan faluról falura, városról városra, táncoltatta a piacokon az állatait, de sehogy sem tudott megvigasztalódni. Egyre csak fájt a szíve a királylány után. Telt múlt az idő. Kerek egy esztendeje volt a sárkány viadalnak, amikor megint elvetődött abba a városba, ahol a király asszony lakott. Ott most minden ház csupa vidám pirossal volt fellobogózva. A vadász megint betért a fogadóba, és első dolga volt megkérdezni a kocsmárost. Mondja csak gazdulám, mit jelent ez? Egy évvel ezelőtt csupa gyász volt a város, most meg csupa bíbor. Egy évvel ezelőtt volt a napja, hogy a királylányt ki kellett adni a sárkánynak, akkor azért gyászoltunk. A marsall azonban legyőzte a szörnyeteget, és elnyerte a király kisasszony kezét. Holnap lesz a lakodalmuk, ezért virul ma bíbor pirosban a város. A vadász jót aludt az éjszaka. Aztán másnap délben csak úgy fél várról odaszólt a kocsmárosnak elhiszi-e gazduram, hogy én itt ma a király asztaláról való kenyeret fogok enni? No, én száz aranyat teszek ellene, hogy abból ugyan semmi nem lesz, mondta a kocsmáros, és az asztalra dobott egy teli erszényt. A vadász állta a fogadást, ő is letett egy erszényt száz arannyal. Aztán odaszólt a nyúlnak. Hallod-e, tapsifüles? Szaladj csak! Hozd nekem a király kenyeréből! s a nyúl futott egyenest a királylányhoz, lekuporodott a széke alá, és kapirgálni kezdte a lábát. A királylány nyomban megismerte a nyulat, mert hiszen az ő hajdani korál gyöngyös nyakravalójának egyik darabját viselte. – Kedves nyulam, mit kívánsz? – kérdezte tőle. – Gazdám itt van a városban, s elküldött, kérjek neki a király kenyeréből – felelte a nyúl. Nagyon megörült a királylány, hívatta nyomban a péket, meghagyta neki, hozzon tüstént egy kenyeret abból, amit a királynak sütött. A nyúl hátsó két lábára állt, előső két lábára vette a kenyeret, s vitte a vadásznak. Az meg nevetve odaszólt a kocsmárosnak. – Nogaz, duram, enyém a száz arany! A kocsmáros nagyon csodálkozott a dolgon, de a vadász folytatta. – Kenyerem már volna, most már a király sültjéből is szeretnék enni. Azt szeretném látni, mondta a kocsmáros. Fogadni azonban már nem volt kedve. A vadász meghívta a rókát. Hallod-e, rókakoma, hozd nekem egy szeletet a király sültjéből. A róka besurrant a palotába, a királylány széke alá kuporodott, és megkapirgálta a lábát. A királylány lenézett, Megismerte a rókát a nyakra valójáról, és megkérdezte, kedves rókám, mit kívánsz? Gazdám itt van a városban, és elküldött, vigyek neki egy szeletet a sültből, amit a király eszik. A királylány hívatta a szakácsot, és meghagyta neki, tálaljon fel szépen egy szeletet a király sültjéből. A róka átvette a tálat, vitte a fogadóba, és oda nyújtotta a vadásznak. Nullám, gazdurám, gazduram, kenyerem meg sültem már van, csak valami körítés kellene még hozzá, úgy, ahogy a királynak fölszolgálják, mondta a vadász. Azzal hívta a farkast. Kedves farkas barátom, menj, hozd nekem egy kis körítést a királyéból. A farkas ment egyenesen a palotába a királylányhoz, és húzgálta a szoknyáját, a királynő nyomban megismerte a nyakra valójáról, és megkérdezte, kedves farkas, mit kívánsz? Gazdám itt van a városban, elküldött kérjek neki a király körítéséből. A királynő hívatta a szakácsot, meghagyta neki, készítsen egy tál körítést, olyat, amilyet a királynak szolgálnak fel. A farkas vitte a fogadóba, s oda nyújtotta a vadásznak. Nolám, gazduram, Kenyerem, sültem, körítésem van már, most aztán szeretnék valami jó süteményt is abból, amit a király eszik, mondta a vadász. Azzal hívta a medvét. Kedves mackóm, hoz nekem valami jó süteményt abból, amit a király eszik. Loholt a medve a palotába. A királynő nyomban megismerte a medvét, és megkérdezte. Kedves mackó, mit kívánsz? Gazdám itt van a városban, felelte a medve, süteményért küldött, abból, amit a király eszik. A királylány hívatta a cukrászt, meghagyta neki, süsse meg tüstént azt a tortát, amelyet a királynak készített. A medve vitte a fogadóba, és átadta a gazdájának. – No, lámkocsmáros úr, most már van kenyerem, sültem, körítésem és tortám is, – mondta a vadász. – Nincs más hátra, mint hogy nekiüljek, – és megebédeljek az állataimmal. Mikor már jól megebédelt, oda szólt a kocsmárosnak. No, ettem is, ittam is, a király se különbül, most megyek a palotába, és feleségül veszem a királylányt. Már ha mindent elhiszek is, ezt az egyet nem hiszem. Fölteszem ellene a házamat udvarostul. A vadász erre egy kis pénzes zsákot vetett az asztalra, ezer arany volt benne. Én meg ezzel állom a fogadást, mondta. A palotában ez alatt vígan folyt a lakoma. A király egyszer csak odahajolt a lányához. Mégiscsak furcsa, hogy ezek az állatok csak úgy kibejárkálnak a palotámban. Mit akarnak tőled? Azt én nem mondhatom meg, felelte a királylány. De jól tennéd, ha elküldenél a gazdájukért, és meghívnád a lakomára. A király azon nyomban elszalasztotta egyik apródját a fogadóba. Az éppen akkor toppant be, mikor a vadász meg a kocsmáros a fogadást kötötték. Ahogy az apród megmondta, mi áradban van, a vadász azt mondta, – Lám csak gazduram! Jóformán ki sem mondtam még a kívánságomat. Már is apródot szalaszt hozzám a király, és hív a Csak hogy én még nem megyek. Azzal az apródhoz fordult. Mondd meg uradnak a királynak, kéretem, küldjön nekem királyi ruhát, küldje értem a hatlovas hintóját, és rendeljen inasokat a szolgálatomra. A király elcsodálkozott a válasz hallatára, és megint a lányához fordult, attól kérdezte, mit csináljon. Jól tennéd, ha megtennéd, amit kíván, felelte a királylány. A király tehát küldött neki királyi ruhát is, hatlovas hintót is, inasokat is a szolgálatára. A vadász alig, hogy megpillantotta őket, oda a kocsmárosnak. Lám csak, gazduram, éppen úgy visznek el, ahogyan kívántam. Felöltözött a királyi ruhába, fogta a sárkány nyelves keszkenőjét, beült a hintóba és elrobogott a palotába. A király annak rendje szerint fölvezette a palotába. Az állatok meg baktattak szépen utána. Az asztalához ültette, maga és a lánya közé. A királylány balján a vőlegény helyén meg a marsal ült, de nem ismerte meg a vadászt. Éppen hozták nagy aranytálcákon a sárkány hét fejét. Kösszemlére tették. A király pedig így szólt. A marsal levágta a sárkány hét fejét. Ezért ma nekiadom a lányomat feleségül. Erre felállt a vadász, sorra járta a hét sárkányfőt, fölrántotta a szájukat, belenézett a torkukba, és azt kérdezte. Hol a sárkány hét nyelve? Megijedt a marssal, sápat lett, mint a meszelt fal, azt sem tudta, mit mondjon. Végül is azt dadogta. A sárkánynak nincs is nyelve. A hazugnak nincsen, felelte a vadász, de a sárkánynak van, és rával az igazi győztesre. Azzal kibontotta a keszkenőt. Benne volt mind a hét nyelv, fogta, belerakta őket a sárkányfőkbe, mindegyiket a helyére, s mind pontosan odaillett. Majd széttárva felmutatta a keszkenőt, bele volt hímezve a királylány nevebetűje. Megmutatta neki, s megkérdezte, emlékszik-e még rá, kinek adta. Annak, aki megölte a sárkányt, felelte a királylány. Erre a vadász előhívta az állatait, lecsatolta róluk a nyakravalójukat, s az oroszlán nyakáról az aranycsatot, megmutatta a királynak, és megkérdezte, kié volt ez az ékszer. A nyakravaló meg az aranycsat az enyém volt. Én osztottam szét jutalmul az állatok közt, mert segítettek legyőzni a sárkányt. Felelte a királylány. Akkor a király megkérdezte a lányát. Igaz, hogy ez a vadász ölte meg a sárkányt? Igaz, felelte a lány. És most már kinyilváníthatom a marsalgasztettét. Eddig nem beszélhettem, mert halálos fenyegetéssel kényszerített hallgatásra. Csupán egyet tehettem, kikötöttem, hogy csak egy esztendő és egy nap múlva legyen a lakodalmunk. A király tizenkét tanácsost hivatott, s azok nem sokat tanakodtak. Egy-kettőre kimondták a halálos ítéletet. A király pedig hozzáadta lányát a vadászhoz, és megtette a vejét helytartójának, mind az egész birodalomban. Boldogan és vidáman éltek. Az ifjú király gyakran kiált vadászni. Ez volt a legkedvesebb szórakozása. És a hűséges állatok mindig vele mentek. Volt ott a közelben egy erdő. Az a hír járta róla, félős, barátságtalan hely, és aki oda betéved, nem egy könnyen keveredik ki belőle. A fiatal királynak azonban nagy kedve lett volna abban az erdőben vadászni. Addig nem is hagyott békét az öreg királynak, míg meg nem engedte neki. Egy szép napon nagy kísérettel kilovagolt hát. Ahogy az erdőszélre értek, megpillantott egy hófehér szarvast. – Várjatok itt, amíg visszajövök! – mondta. – Meghajtom ezt a szép vadat! Azzal vágtába fogta a lovát, s be az erdőbe. Az állatai meg utána. A kíséret várt, várakozott késő estig, de hiába az ifjú király nem tért vissza. Nagy búsan hazakocogtak, és jelentették a királynénak. Az ifjú király bevágtatott egy fehér szarvas után az erdőbe, s nem jött vissza többé. Az ifjú királyjal pedig az történt, hogy utána eredt a gyönyörű vadnak, de sehogyan sem tudta utolérni. Végül aztán eltűnt egészen. Az ifjú király csak akkor vette észre, milyen mélységes mélyre tévedt. Megfújta a vadászkürtjét, de nem jött semmi válasz. Még a kíséret sem hallhatta közben beesteledett. Az ifjú király látta, hogy aznap már nem juthat haza. Leszállt hát lováról, tüzet rakott egy fa alatt, s elhatározta, hogy ott tölti az éjszakát. Ahogy a tűz mellett üldögélt, s az állatok is köréje telepettek, egyszerre, mintha nyögdécselne valaki a feje fölött. Fölnézett, hát egy vén anyóka kuporgott fönn a fán, s váltig azt jajgatta. Hú, 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 de fázom! Gyere le, melegedjél meg, ha fázol, mondta neki. De az visszaszólt. Félek, hogy megharapnak az állataid, dehogy harapnak, mondta az ifjú király. Gyere csak lenyugodtan anyóka. Hanem az a vénasszony, az boszorka volt, és el akarta veszejteni a királyfit. Ledobok neked egy veszőt a fáról, csap vele a hátukra, akkor nem bántanak mondta. Azzal lehajított egy gajacskát, a király pedig rásúhintott vele az állatokra. Meg sem többet, azon nyomban kővé váltak. A boszorka leugrott a fáról, meglegyintette egy veszővel a királyt is, azt is kővé változtatta. Akkor aztán felkacagott, s a kővé vált királyt állataival együtt begörgette egy gödörbe. A királyné várta, egyre várta haza az urát. S hogy hiába várta, mind jobban nőtt a gond és a félelem a szívében. Történt pedig, hogy a másik testvért elfogta a vágy a testvére után. Elindult megkeresni a kést, amit elvállásukkor beleszúrtak a faderekába. Legalább megtudja, hogy megy a sorral a testvérének. Hát, ahogy kihúzza a kést, látja, hogy a penge egyik lapja félig rozsdás, félig fényes. Nagy baj eshetett a testvéremmel, gondolta ilyetten, de talán még megmenthetem, mert a penge csak félig rozsdás. Azzal nyugatnak fordult az állataival. Mentek, mendegéltek, megérkeztek a város kapujába. Ott elébük állt az őrség. Kérdezték, jelenthetik-e hazatérését a királynénak, mert szegény már napok óta emészti magát a férje után. Nem tudja, hol marad ilyen sokáig. Attól fél, oda lett a varázserdőbe. Az őrség ugyanis azt hitte, a királyi jött meg. Olyan egyforma volt a két testvér. és ennek is ott ügettek az állatok a nyomában. A vadász nyomban észrevette, hogy összetévesztik az ikert testvérével. Azt gondolta magában. Legjobb lesz, ha úgy teszek, mintha az öcsém volnék. Ki tudja, Hát, ha így könnyebben segíthetek rajta. Bekísértette magát az őrséggel a palotába. Ott nagy örömmel fogadták, mindenki azt hitte, az ifjú király tért haza végre. Ő ott töltött néhány napot a palotában, és közben szorgosan tudakozódott a varázs erdő felől. Amikor már mindent tudott, kijelentette. Még egyszer elmegyek oda vadászni. Az öreg király meg a fiatal királyné váltig el akarták téríteni a szándékától, de ő nem tágított, s kilovagolt fényes kíséretével. Ahogy az erdőszélre értek, vele is minden úgy történt, mint a testvérével. Megpillantotta a fehér szarvast, s odaszólt a kíséretnek. Várjatok itt, amíg visszajövök, meghajtom azt a szép vadat. Azzal vágtába fogta a lovát, s be az erdőbe az állatai meg utána. De a szarvast ő sem tudta utolérni, s olyan mélyre tévedt az erdőben, hogy ott kellett éjszakáznia. Tüzet gyújtott, s egyszerre hajja, valaki nyögdécsel a feje fölött. Hú, 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 de fázom! Fölnéz, ott meglátta a boszorkát a fán. Gyere le, ha fázol, öreg anyó, mondta. Melegedjél meg! Nem megyek, félek, hogy megharapnak az állataid. De hogy harapnak? Én azért mégiscsak félek, ha nem tudod mit, ledobok neked egy veszőt a fáról, csapja hátukra, akkor nem bántanak. Ahogy a vadász ezt meghallotta, nem bízott többé az öreg anyóban. Az állataimat nem ütöm meg, mondta. Te pedig gyere le, vagy leszedlek onnét. A boszorka csúfondárosan lekiáltott. Mit akarsz? Úgy sem érsz el. Ha nem jössz magadtól, lelőlek felelte a vadász. Csak lőj, rikácsolt a boszorka. Egy cseppet sem félek a golyótól. A vadász megcélozta, rálőtt, de a boszorkának semmiféle golyó nem ártott. De a vadász sem volt éppen ostoba ember, az is tudott egyet és mást. Letépet három ezüstgombot az ekéjéről, és megtöltötte velük a puskát. Azok ellen nem volt semmi varázsszere a boszorkának, ahogy a puska eldördült, már bukfencezett is lefelé visítva a fáról. A vadász meg rátette a lábát a derekára, és így szólt. Hallod-e, te boszorkány, ha tüstént meg nem mondott, hova lett a testvérem, felkaplak és beleváglak a tűzbe. A boszorka reszketett félelmében, kegyelemért könyörgött, úgy nyöszörgött. Kővé változott állatos túl, ott fekszik egy gödör mélyén a vadász ráparancsolt, vezesse a gödörhöz, megfenyegette és rárivalt. – Novén szipirtyó, vagy életre kelted az öcsémet, és vele minden élőlényt, aki itt fekszik, vagy beleváglak a tűzbe. A boszorka fogott egy vesszőt, és megsújintotta vele a köveket. Abban a szempillantásban fölé lett az ifjú király. Fölé lettek az állatai, a testvérek pedig boldogan borultak egymás nyakába aztán nyakon fogták a boszorkát, összekötözték, és bedobták a tűzbe. Az erdő egyszeriben kivilágosodott, bozótja megritkult. A testvérek elindultak hazafelé, s útközben töviről hegyire elmesélték egymásnak, mi minden történt velük, mióta elváltak. Közben bevonultak az udvarba, fölmentek a palotába. Most aztán melyik a kettő közül a férjed? kérdezte az öreg királya lányát. Mert én nem tudok választani köztük, szakasztott egyforma mind a kettő. Nagy gondba esett a királylány, nem tudott választani ő sem. Hanem akkor eszébe jutott a nyakra valója, amit szétosztott az állatok közt. Keresni kezdte, és meg is találta az egyik oroszlán nyakában az aranycsatot. Vidáman fölkiáltott. Aki ez az oroszlán, az az én igazi férjem. Az ifjú király nagyot nevetett, s rábólintott. Úgy van, én vagyok az igazi. Megölelték, megcsókolták egymást. Mindnyájan asztalhoz ültek, s ettek, ittak, lakomáztak boldogan.